Nincs összefogás, nem támogatják egymást az érdekképviseletek. Ezért véreznek el a jó kezdeményezések. Pedig ha a politika beleszól az életükbe, akkor kell, hogy legyen válaszuk arra a szakszervezeteknek, véli Komjáti Imre, aki szerint a szakszervezeteknek az egymással való versengés helyett a kormányra kellene nyomást helyezniük. Az MSZP elnök helyettese szakszervezeti vezetőként is biztatja a tagokat arra, hogy gyakoroljanak nyomást a vezetőikre. Határozottabban fogalmazzanak meg elvárásokat a politikai pártok felé, és a kormány felé is keményebb hangot üssenek meg. De nem csak a szakszervezetekkel kritikus Komjáti Imre, aki szerint a pártok is ugyanazokkal a problémákkal küzdenek. Így a hitelességgel nem tudnak elég fiatalt bemonzani, nincs elég aktivistájuk, részleges és rövid ideig tartó szolidaritás van köztük. Többet versengünk egymással, mint a kormánnyal. Ezért kell egy asztalhoz ülnünk és megoldást találni a közös problémáinkra. Fogalmazott Komjáti, majd hozzátette, nincs értelme egymásra mutogatni. És ahogy én az imént említettem, Komjáti Imre már itt van velünk a stúdióban. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok a nézőknek is! És akkor egy pillanatra még a tegnap esti egyenes beszédre is visszacsatolnék, ahol Doblek Klára azt mondta egyébként, hogy ahol erősek a szakszervezetek, ott magasabbak a fizetések is, és akkor ezt a kettőt szeretném most itt az iménti bejátszóval összehozni. Ehhez képest egyébként a magyar szakszervezeteknek mekkora erejük van annak érdekében, hogy jól tudják képviselni a dolgozókat és a munkavállalókat? Igen, ez többször, több alkalommal elmondtam, hogy a kapitalista matek az rettentően egyszerű. Hogyha van szakszervezet, akkor van bérharc, akkor küzdenek a jobb munkakörülményekért, van munkavédelem, ez mind-mind nagyon sok pénzbe kerül. Ha van szakszervezet, akkor ezért harcolnak, és akkor kevesebb jut a kapitalista zsebébe, és több a dolgozónak. Jobb munkakörülmények lesznek, több bér lesz. Ezért rendkívül fontos az, hogy megerősítsük a szakszervezeteket, de ez tisztán látszik, hogy kormányváltás nélkül nem fog menni. A jelenlegi kormány 2010 óta, nem csak a jelenlegi kormány, inkább úgy mondom, hogy a Fidesz, 2010 óta folyamatosan leépíti a szakszervezeti jogokat, ellehetetleníti a sztrájkot, látható most éppen a tanárokkal kapcsolatban, nem szereti, és majdhogy nem azt mondhatom, hogy tűzzel vassal írtja a kollektív szerződéseket. Éppen ezért fontos ez az uniós döntés egyébként, hogy ki kell teljesíteni, ki kell szélesíteni a kollektív szerződések körét, nagyobb lehetőséget kell adni arra, hogy kollektív szerződést köthessenek a szakszervezetek, és minél több dolgozó tartozzon az alá. De ehhez kellenek a dolgozók. Ehhez viszont megint visszamegyünk a KH-hoz, a szakszervezeteknek nincs elég forrása, nincs jogi háttér mögöttük, nincs támogatás mögöttük, akkor nem tudnak tagot szervezni. Igen, épp ezt akartam kérdezni, hogy azért van itt egy egészen más megközelítés is, például, hogy a magyar gondolkodásban, akár habitusban, attitűdben benne van-e egyáltalán az, hogy jól tudjon magáért kiállni, egyáltalán kimerjen állni. Mert nálunk azért elég erősen tartja magát az a gondolatiság, hogy csak hogy egy nagyon bagatell példát mondjak, mindenki pótolható ugye a munkahelyeken, ezt azért a mai napig szoktuk hallani, tehát akkor inkább óvatosan, csendben tűrök, semmint fellépjek az érdekeim érdekében, attól félve, hogy mondjuk elveszítem a munkahelyemen. Igen, ez nagyon érdekes, hogy a szakszervezeti vezetőként én is küzdöttem azzal, még a régi munkahelyemen is, hogy azt gondolták a munkavállalók, hogy a szakszervezet az a szakszervezeti vezető. Menjen, harcoljon, küzdjön, tárgyaljon, de ha nem áll mögötte tömeg, akkor ő egyedül semmit nem ér. Ezt annak idején több szemléletes módon többször is bemutattuk, hogy milyen könnyű egy telefonkönyvnek a lapját kitépni, sokan más se tudja, hogy mi az, hogy telefonkönyv, a lapját kitépni, de egy egész vaskos telefonkönyvet az nehéz szétszakítani. Viszont van egy lélektani határ, amikor tud egységet mutatni egy szakszervezet, és tud erőt felmutatni, akkor elkezdenek oda vándorolni az emberek, mert akkor érzik ők is az erőt. Ehhez viszont olyan ügyek kellenek, amelyek megmozgatják az embereket, olyan vezetők kellenek, akik hitet, hitelességet tudnak mutatni. Csak egy példát említsek, a Suzuki-nál való harcunk annak idején, amikor a szakszervezeti vezetőt, ezt a fiatalembert, aki 14 évig dolgozott a Suzuki-nál, kirúgták csak azért, mert szakszervezetet mert alapítani. Az azt eredményezte, hogy mivel mi állandóan ott voltunk, és nyomást gyakoroltunk a cégre, és a cégnek rettentő kellemetlen volt, hogy a médiában ez megjelent, akkor az emberek látták az erőt, és elkezdtek csatlakozni. Ez konkrétan a vasas szakszervezetek akkor jelentős taglétszám növekedéssel járt. Szerintem ezt az irányt kell követni, ehhez viszont, ha helyben
gyenge egy szakszervezet, akkor kellene belépni az összszakszervezeti szolidaritásnak, és többen csatlakozzanak hozzá, akár más területekről is. Sajnos ennek pont ellenpéldája most megint a tanárok esete. Én azt látom, hogy nem elég ez a szolidaritás, ettől sokkal-sokkal több kellene. Hát, hogyha azt veszük, akkor talán ugye uniós oldalról is mondhatjuk, hogy most szeretnék ezt az oldalt megerősíteni azzal, ami ilyen bejelentés, illetve megállapodás tegnap született, hogy gyakorlatilag tisztességes európai minimálbér nek a feltételeit, vagy is legalábbis jogszabályi kereteit igyekeztek egységessé tenni a tagállamok között. Ez Újhelyi kolléga is elmondta tegnap, nem azt jelenti, hogy most meg minden egy Európai Uniós országban egységes lesz a minimálbér, hanem ad egyfajta irányt, elvárást a tekintetben, hogy hogyan kéne ezt nagyjából beállítani. Na de akkor most ez milyen lehetőségeket ad megint csak a lakosság számára? Tehát, hogyha adunk egy irányt, de az nem konkrétum, akkor még mindig eldöntheti a kormány, hogy akkor ezt ő hogyan fogja számszerűsíteni, és az sem mindegy, hogy átlagbéreket nézünk, vagy mediánbéreket, tehát hogy megint azt érezhető, hogy túl sok a kiskapu, vagy van benne kiskapu. Így van. A néző a televízió túloldalán annak örülne, hogyha én arról tudnék beszámolni, vagy Dobrev Klára arról tudna beszámolni, vagy Újhely István, hogy mennyi az annyi. Tehát, hogy konkrétan mennyivel lesz több a pénze. Sajnos erről nem tudunk beszámolni. Ez nekünk politikusoknak most ez egy fontos dolog, hogy legalább a szabályozásban sikerült előrelépés. De ettől nem lesz holnaptól több sajnos a magyar dolgozók bére. Ehhez az kellene, hogy a kormány ezt komolyan vegye, a kormány valóban ne a saját oligarcháinak, a saját baráti körének, a multinacionális cégeknek adjon pénzt, hanem a dolgozó embereknek. Azoknak a dolgozó embereknek, akik... nek most jelen pillanatban a létbiztonságuk van veszélyben. Erről most sajnos nem tudunk beszámolni, ez egy hosszabb folyamat lesz, viszont erre az MSZP-nek volt javaslata, hogy hogyan lehetne azonnal pénzt adni az embereknek a minimálbérrel kapcsolatban, az adómentességet kell tenni a minimálbért. Ezt mi hosszú, azt mondhatom, nem úgy hónapok, hanem már évek óta mondjuk, hogy a minimálbért adómentessé kell tenni, azonnali 15%-os béremelést jelentene a minimálbéres dolgozóknak. Mert hogyha már számokról szeretnénk feltétlenül beszélgetni, akkor pont Dobrev Klára mondta tegnap azt, hogy egyébként a szabályozás alapján Magyarországon a jelenlegi szabályozás szerint a minimálbér 250 000 forint lehetne. De akkor miért nem annyi? Azért, mert nincs rá kormányzati akarat. Látható a számokból, a költségvetési számokból, látható volt eddig is, hogy egészen mások a súlypontok. Amikor egyetlen multinacionális cég, egy nagy autóipari vállalat évek alatt már most 1800 milliárd forintot vitt ki profitként az országból, miközben célzott támogatásként a kormánytól még azért kap 36 milliárdot támogatásként, eközben meg nem emelik úgy a minimálbért, ahogy lehetne, emelték. Tehát ezt nem szabad eltagadni, hogy éveken keresztül folyamatosan emelkedett. De ettől nagyon mértékben is lehetett volna, csak hát ahhoz baloldali kormány kellene, most meg jobboldali kormány van. Nekik nem fontosak a dolgozók, nekik fontosabb a tőke, nekik fontosabbak a multinacionális cégek. Egy percünk maradt a végére, említsük meg az önök által tett javaslatot a létbiztonsági csomagról. Ez egyébként milyen konkrétumokat tartalmaz? Ugye az a célja, hogy megakadályozza az alacsony fizetésből és nyugdíjból élők leszakadását. De mik a konkrétumok? Nem mondunk mást most sem, mint ami benne van a kormányváltás, korszakváltás programunkban, amit a kampányban is elmondtunk, minimálbér adómentessé tétele, svájci indexálás szerinti nyugdíj visszaállítása, a létbiztonsága van veszélyben azoknak az embereknek, akik egyre lejjebb csúsznak az infláció, kieszi a farhátat is a pörköltből. Rajtuk kell segíteni. És még egy nagyon fontos, ez amit mi úgy mondjuk, hogy örök rezsicsökkentés. Hogy fontos a rezsicsökkentés, mert pénzről szól, mert arról szól, hogy az emberek megélhetése az könnyebb legyen, de mi azt mondjuk, hogy ha költene a kormány arra, hogy leszigeteljük a kádárkockákat, újraindítsuk a panelprogramot, akkor ezzel egy örök rezsicsökkentés lehetne ezeknél a házaknál csinálni, mert konkrétan kevesebb lenne a rezsi, és nem az adófizetői forintokból, hanem uniós pénz lenne rá. Ez is egy fontos és konkrét MSZP-s javaslat. Komjáti úr, köszönöm szépen, hogy itt volt ma reggel és beszélgettünk. Én is köszönöm a lehetőséget.